A filmet támogatta a Carp Zoom és a YouTube csatornatagok. A helyszín biztosította a gyulai Sándorhegyi Big Fish League horgásztó. Köszönjük! Óriás tokhal horgászat. A gyulai Sándorhegyi Big Fish League horgászta volt. Sziasztok! Ismét itt vagyunk a gyulai Big Fish League tavon, ahol ezúttal megpróbálunk óriás tokhalat fogni egy nap alatt, azaz 24 óra alatt. Zoltán, szerinted sikerrel járunk? Nem. Miért nem? Legyél már ilyen pessimista. Nem te fogsz fogni, maximum én fogok itt nagy tokhalat fogni. De valaki nagyon nagy az önbizalma. Mit tud ilyen nagy az önbizalma? Nem nagy az önbizalmam, de biztos, hogy én fogok a legnagyobb. Ja, mert most akkor várjál, most ez egy verseny lesz, vagy mi? Nem lehet verseny. Jó, úgyis imádok versenyezni, jó, de akkor mi legyen a, ki fog győzni, az, aki a legnagyobb tokot fogja? Igen, de súlyra, nem méretre. Hát úgy gondoltam én is. Jó, és mi legyen a tét? Semmi. Hát de, ha valami legyen már. Egy tárca sör. Aha, nem, utalmas sört. Kisminkeljük a nővé azt, aki elbukja. Hagyjad már, ez egy hülyeség. De jó, akkor is. Meg vízibombázzuk. Na. Tőlem az lehet, ebbe a melegbe az még belefér. Jó, van, szét foglak vízibombázni, már látom előre. Jó van. Úgy is én győzem. Ja, egyébként Zoltán, tudod, hogy mi kell az óriás tokha horgászathoz? Na, onnan tudnám. Óriás tokha? És horgászbot. Na, ezt tőlem loptad, a disznó vodkára járítva. Azt tudom. Hagyjad már. Na jó, a horgászunk. Ezúttal ismét az élménypecás filmnél használt kárpzumos bojlisbotomat, orsót, zsinort, elektromos kapásjelzőt és swingert használtam, illetve bojlis végszereléket. Te az én botomat meg felszerelésemet nem mutatod be? Nem. Az itteni óriás tokhal fogásához egy jól bevált helyi fűszeres bojlit szoktak használni, ezért mi is hasonlóval fogunk most próbálkozni. Az egyik csalinak a Carp Zoom Magnetix 15 mm-es bojli wafterszét fogjuk használni, kolbász, tintahal és robinred ízesítésében, illetve hozzá alapozó etetésnek ugyanilyen ízesítésben 16 mm-es bojlit. Másik csalinak pedig a tokhorgászatnál nálam jól bevált halibut horogpelletet fogom használni, illetve alapozó etetésnek ugyanilyen halibut pelletet fogok használni. Mielőtt felcsalizhattam volna a szereléket, a szomszédos horgásznak sikerült megakasztani, majd megszákolni egy gyönyörű szép pontyot, amit muszáj volt megnéznem. Miután kigyönyörködtem magam a kapitális méretű tükörponyban, gyorsan felcsaliztam a orgaimat, de a következő pillanatban bátyám a turpisságon kaptam. Te meg mit csinálsz? Próbálom rárakni a bojlit, de nem értem, hogy hogy fog átszúrni. Hát ez milyen bojli? Hát helyi, itt adták. Mi az, hogy helyi? Hát... Itt adták, evel szoktak etetni. Zoltán, te most csalni akarsz? Miért akarnék csalni? Hát azért már helyi bojlival akarsz horgászni. De hát... kikötötted, hogy mivel lehet horgászni? Nem kötöttem ki, de tessék, hát akkor... tessék azzal horgászni, mi horgász. Nem hát... horgászok, van, nem kötötted ki, nyugodtan. Öcsém, csak félek, hogy így le fog törni, itt van ez a hülye cérna is. Hát de Zoltán, ez a cérnára kell ráhúzni, rá kell húzni. Hát szerinted mi a horogra akarod rárakni? Ugye, ó, akkor mutasd meg, hogy kell csinálni. Jaj, Zoltán, nem hiszem el. Neked a lehetetlen is sikerül, Zoltán. Miért nem jó? Hát mutasd csak meg, várjál, mutatom, hogy mi lett belőle, várjál. Hát de miért nem jó? Kint van a horog is. Úristen, Zoltán, ilyet? Tesz, hogy oldott? Egy gilisztát is így szoktam felrakni. Úristen. Na jó, mindjárt mutatom, hogy kell. Mivel a helyi bojli túlméretes volt a hajszál előkéhez, ezért faragtam egy kicsit belőle. Majd miután felcsaliztam a horgait, csónakba szálltunk, és megpróbáltunk eljutni bátyám kiszemelt helyéhez. Már ebbe kell szálljak. Hát szálljál. Várjál, na. Merre kell húzni? Hogy jó, ez így háttal mennyi. Úgy, tökéletes lesz. Arra megyünk, Zoltán. Jó, próbálok. Várjál már, még bele kell jöjjek. Egy bogár. Akkor szóljál, mert nem lehet. Látom. Jó felé mész most, egy kicsit arra. Nagyon jó levezel. Már vérzik az ujjam. Mitől vérzik? Mert beleszúródott a horog. Hát így járt. Hova ezzel? Arra megyünk. Arra, úgy. De ez a hátulja a csónaknak, nem? Nem szabad? Baj, most így megyünk, Zoltán. De miért nem lehet ezt bedobni? Mert. Még kell csónakkal bemenni. Nagy nehezen végre sikerült bevickélnünk. Hogy gyorsan beszórtunk néhány maroknyi bojlit, majd áteveztünk a másik helyhez, ahol bevetettem a szereléket.
Zoltán, mit csinálsz? Hát kigurul ez a... Mert nagyobb a súlyod és kövérebb vagy. Istenem, beinázom. Miután megtörtént az alapozó etetés, végre kieveztünk. Istenem. Fél óra volt, még bejutottunk. Mi? Hát ma olyan béna voltál, hagyjad már. Ma mindjárt te jössz. Megnézzük. Jó. Csak ne vágj ki utána, hogy milyen béna vagy. Gyere ki. De nem kötöd oda. Hova kössem? Tamás, hát elmegyek. Mihez kössem? Fogd már meg. Hát de mihez kössem? Fogd, legebb tartsad. Hú, mennyivel jobb a száraz föld. Jelölőfélccel gyorsan megjelöltem a távolságot, majd miután kitűztük a dobás támpontjait, az én alapozó etetésem következett, amitől már előre féltem. Hát tudod, én milyen rendes vagyok, rálépek a zsinóra. Na gyere be! Várj, gondolkodok. Mire? Tudj, hogy menjek be. Az nem tudom, hogy működik. Hol kell megnyomni rajta gombot? Fent van egy piros gomb, Zoltán, ott egy piros gomb. Hát nyom meg azt a piros gombot. Tudod, hogy merre van az előre? Hátra. Majd Kitti mondja. De az előre az hátra van. Na. Miután elértünk a kívánt helyre, bevetettem a csalit, majd megkezdtem az alapozó etetést. De te ennyit beszólsz, jól laknak. Nem laknak ezek, tudod mennyit esznek? Aha. Ezen felhízlalnék egy fél disznót, hagyjad már. Majd a másik szereléken következett, amikor is bátyámnak fontos kérdése támadt. És ezzel most mit etetsz? Tokhalad, Zoltán. Az etetés befejezése után visszaindultunk a partra. Ez jóval gyorsabb voltam. Te? Egy perccel sem. Vedd fel, hogy hát száll ki, hogy? Milyen szerencsétlenül. Próbálom visszafordítani így egyenesben. Hát ennél még én is ügyesebb voltam. Rosszul vagyunk, amarról kell. Hát te elvesztél így. Hát jó, az ott. Hát neked van nagy tudásod. Megpróbálok úgy kilépni, hogy ne essek el. És valami mi lesz? Majd te kijössz valahogy. Na látod, megint rám marad a csónak. Na, nagyon ügyes vagy. Csak jobb vagyok. Nem vagy jobb semmivel. Megjelöltem a zsinórjaimat, majd várakozni kezdtünk az óriás tokokra. Minden csöndes és mozdulatlan volt. Mivel sehogyan sem fért a fejembe bátyám helyi etetőanyaggal való visszaélése, ami előkészületre utalt és ami teljesen szokatlan volt a részéről, ezért gondoltam, kiderítem annak okát. Akkor ezért volt át annyira magabiztos, Zatyókám, mert megint csalsz. Nem csalok, csak okosabb vagyok. Legközelebb majd tisztázod a szabályokat. Aha, csalsz, Zoltán. Amúgy meg mitől vagy te ennyire feldobódva? Miért akarsz ennyire legyőzni? Nem szoktál te horgászatni, így ilyen jókedvel lenni, meg élénk lenni. Szeretném látni a szemedbe az irigységet, amikor fogok egy nagy tokot. Ja, persze, adjál már. Biztos, irigykedsz azért, mert ugye a múltkor nem te fogtad azt az 50 pluszos harcsát. Nem irigykedek. Ez arról szól, de hogy nem irigykedsz. Nem. De. Nem. Irigykedsz. Nem irigykedek. De, irigykedsz. Nem. De. Itt, a Big Fish Lake horgásztóban jelenleg 17 és 32 kg súly közötti tokhal található, amik fárasztó, de annál izgalmasabb élményt tudnak okozni a horgászok számára, hisz rendkívül jól úsznak, és olykor még a vízből is kiugranak, megpróbálva megszabadulni a horogtól. Igen ám, de ha nem tudjuk, hogyan kell a kifogásuk után bánni velük, vagy csak óvatlanok vagyunk a horgászélmény izgalmában, akkor a legszebb pillanat megörökítése akár tragédiával is végződhet. Ha jól tudom, volt ilyen sajnálatos eset nálatok, hogy ugye elpusztult egy tok, egy horgászok át, hogy ez tényleg igaz? Igen, sajnos. És mi igen. Történt igazából, mit lehet tudni róla? Igazából, amikor kiemelték a halat merítéskor, nem olvasták el a szabályt, ez utólag derült ki, hogy nem tették alá ugye a mérlegelő zsákot, azzal együtt is megütötték a hasát kivételkor. Nyilván ez nem jelentkezett egyből, ez két napból jelentkezett, hogy sajnos a hal elpusztult. És igazából akkor ennek mi a módja, hogy hogyan kell egy ekkora testű halat ugye kimeríteni, azért nem egy egyszerű halról beszélünk, az egy hosszú testű, meg elég nagy súlya is van. Nálunk ugye 32 kilós, azt hiszem a legnagyobb, így és van. Azért ez hogy kell ezt igazából? Egy tokkal ugyanúgy működik, mint egy akár egy nagy testű ponty, egy nagy testű hal, csak annyival jobban kell vigyázni, hogy sérülékenyebb a porcok, általában neki nem gerince, hanem porcok, könnyebben eltörik, könnyebben elrepet, könnyebben megsérül. Hát arra kell vigyázzon, hogy ne törjük meg a halat, ne tekerjük meg a halat, ne üssük oda, tehát a kivételi módja az, hogyha a mérlegelő zsákkal
merítővel megmerítjük, meleg összegek, meleg összegek találkozik, és kettő ember kiveszi, beteszi a ponybőcsőbe, és fényképezéskor is érdemesebb két embernek megfogni, nem a hasát, mert ugye a feje meg a farka távolsága nagy, és gyakorlatilag történik egy törés, és a hasát, hogy fogjuk, elnyomjuk. Igen. És képes megnyomódni, megsérülni egy belső szervezetet, a két nap múlva elpusztul. És ami még nagyon fontos, hogy a tokha képes magát rendkívül mód lefárasztani. Ezért visszaengedéskor mindig mozgassuk lassan előre, hátra, mindaddig, még magához nem tér erőt gyűjtve, és magától el nem indul. Ezért jobb a vadászat. Miért? Mert ott lelősz valamit, te feldolgozod és megeszed. És ez miért jobb? Hát mert a sporthorgászatnál ahányszor kifogod a halat, az a hal annyiszor fog szenvedni. Annyiszor éli stressz. Én meg valamilyen sérülést fog szenvedni. Amit a szája is megsérül. Igen. Ezért jobb a húshorgászat. Aha. Mert ha kifogod a halat, fejbe vered, utána meg lehet enni, és soha többé semmilyen stressz nem fogja élni. De akkor most te miért is akarsz óriástokot fogni? Mert le akarok győzni. És még? Mert nem fogtam még ekkora halat. Na látod, pontosan erről szól a sporthorgászat. Miről? Hát az élményről, Zoltán. Hát azért jöttél horgászni, hogy élményt szerezz. Hát a vadászat során is, akkor kimész vadászni, lősz egy vaddisznót, ott is igazából azt a legtöbb esetben nem viszed haza, nem eszed meg, hanem elviszik, vagy eladják a vadásztársaságok boltoknak, vagy éttermeknek, úgyhogy akárhogy is nézzük, de azért jársz vadászni, hogy élményt szerezzél. Nagyjából igen. Na látod. Meg amúgy is, hogyha a vadászat során megsebzed a vadat, akkor igazából az is ugye szenved, főleg, hogyha utánkeresésnél meg se találjátok. Úgyhogy szerintem a horgászat és a vadászat között nincs is olyan nagyon nagy különbség. Inkább szerintem mindkettőnél arra kell figyelni, hogy a kíméletességen legyen a hangsúly. Tehát az, hogy kellő odafigyeléssel végezzük mindkét hobbit vagy szakmát, illetve legyen mellette nyilván tudás is, meg emberség. De azért mindent megteszünk mi is, hogy megkeressük a sebzett vadat. Ez biztos. Talán életünkben most először értettünk valamiben egyet. Várakoztunk a tokokra, még nem úgy döntöttem, hogy leellenőrzöm a csalimat. Tomi, ez meg micsoda? Micsoda? De ez. Ja, ha mindjárt elmondom, csak egyszer kiveszem, újat kell dobjak, mert már szerintem leházott a fejlet. Na mi az? Ez meg mi? Hát dobócső, Zoltán. De ez mire jó? Hát bojlit lehet vele bedobni, ha nem láttál még ilyet? Nem. Próbáld ki, legalább meglátod, de mire hogy jó. De kell? Majd meglátod. Na, vedd ki, azt megmondom. Megmutatom. De hát itt nem lehet. Nem oda kell vele rakni, majd a másik oldalába kell rakni bojlit. Na, ide? Gyere. Igen, majd mutatom. Jó. Tehát rakd a végébe. Ezt ide tegyem bele? Igen, és akkor így dob be. Hát nem. De célozd oda. De beleszorult. Mi? De ez nem megy bele, mert nem ebbe. Akkor ne rázd bele, mert ez nem is jó bele. Mert ez nagy. Hát de most elment? Ott repül. Hó. Most ért a víz. Hát Zoltán, mert nem jó fogod a... De. Hát de mi nem mondott? Fordítva kell. Hát mondjad, hogy kell fogni. Hát úgy, igen, csuklóból. Csuklóból így megcsapod egy picit, és annyit, de célozz, ne rázd bele, mert ez belemegy. Akkor jó. És akkor merre tekerjem? Úgy, és akkor csuklóból csak egy hirtelen megcsapod, azt ennyi. Hát ez nem jó. De ebben nem jó ez a bojli. Hát mert túl nagy bele a bojli. Na jó, hagyjuk mindegy, úgyse tudunk ezt. Hagyj már egy másikat, ki akarom próbálni, ez nem megy. Hát ez beszarok rajta. Na használd az én bojlimat, próbáld ki. Ez kisebb. Belement egyből? De ez úgy oda célozd, ahol nekem kell. Nem, nekem. Na nekem, mert ez most az enyém. Te ilyen nem használhatod az enyémet. Ezzel csak próbálok egyet dobni. Na, hogy csináljam így? De te átdobod a izét? Hát még nem esett le. Ott esett le. Hol? Hát ott a csónak után. Majdnem eljut, eltaláltad a gyerek. Na várjál még egyszer. Úristen, Zoltán. Hova dobsz? Hát ez valami... Mert meg ide esett le. Jézus. Sose fog leesni? Nem, szerintem átdobtad a túloldal. De ott esett le amoda a szigetnél. Máshol. Tényleg? Igen. Na jó van, Zoltán, inkább megmutatom, hogy mivel fogunk majd eztán pecázni, jó? Mert nem fogunk bemenni csónakkal. Hát biztos nem fogok még egyszer. Így van, úgyhogy megmutatom mindjárt, mivel. Girisztával. Nem. Nem úgy, nem csalival, hanem hogy mivel fogunk etetni. Oh. Hogy fókuszáltan legyünk oda. Hol leszünk más neciző bottal, léci. Nem. Na, zotyókám. Csak ez lesz most a fő csaligyűjtő dolgunk. Ezzel fogjuk alapozó etetést folytatni. Tudod, mi egy műanyag darabba? Nem, Zoltán. Tudod mi ez? Mert van elképzelésem, de máshova szoktuk húzni. PVA tasak, majd mindjárt meglátod. Ennek az a lényege, szépen belerakjuk a súlyt, szépen beleengedjük,
És ez egy lyukacsos egyébként, mint látod. Ez azért kell, mert ez így sokkal könnyebben le tud menni a vízbe. Most ebbe rakunk. Mit? Ilyen halibut pelletet. Megpakoljuk. És akkor utána meg ezzel fogunk bedobni. És ez szépen a vízbe majd el fog olvadni. De akkor most szemetelünk? Nem szemetelünk, Zoltán. De hát az a tasak az ott fog lógni a vízbe. Nem lóg benne lesz a vízbe, de ez el fog olvadni idővel. Ez nem miért? Maradni. Miből van ez? Kukoricalisztben? Honnan tudjam, nem én csináltam. Hát de régen erre használtuk a kosarat, nem? Még a horgot is beleteszed? Igen, a horgot is oda belerakom szépen. Rápattintom ide, vagy belerakom. De így ide. Hogy fogja a hal bekapni a horgot? Zoltán, leolvad róla ez a tasak. Hát de vízbe. Mikor? Hát idővel. Ez egy gyorsan olvadó, vagy pár perc, azt már nem lesz. Már megmutatom neked, ha érdekel. Hogy igen, hogy érdekel. Hát hogy? Na, tegyük be a vízbe, kíváncsiak, mikor olvad el az a tasak. Nézd meg, Zottyókám. Szóval ez a PVA tasak. Belerakok egy bolit, azért a látszat kerül az övéből, vagyis a helyéből. De mi az enyémet pazarol? Hát abból pazaroljuk, nehogy már egy több maradjon neki. Na figyeld, belerakjuk ide. Belerakjuk úgy, belemáltjuk és várunk egy picit. Kb. Egy olyan, szerintem pár perc is el fog olvadni. De nézd, gyere közelebb, gyere. Gyere, nézd meg, hogy mozog. Tudod? Oda zoomolj rá, ott mozog, gyere jó közelre, gyere közelre, felülről, úgy, és ott nézd meg. Már ki is esett belül a boly, látod? Már így ki tudom venni a bolyt. Tényleg? Már ki tudom venni, nézd meg, eltűnt, ennyi. Tényleg. És kész. Mi a miből készülhet? PVA. És hova lett a macca? Hát azt honnan tudja. Na, úgyhogy ennyi, Zoltán, látod? Látom. Egy perc, neked már belém. Hát de ragad. Tényleg. Látod? Még egy perc se kellett neki. Ennyi. Velem ez egy gyors, aha, gyors oldalt, hogy ilyen kábzumos. Belemegy és pitty-putty is már kész. És mennyire szennyezi a vizet? Szemetek sem ennyire. Úgyhogy... Miből készülhet? Nem tudom. Tényleg, na, úgyhogy erről ennyit. Gyorsan szétoldódik. Jó, hogy bemegy, de legyen is. Jó van. Is. Na, megint tanultam valami újat. Miután bevetettem a PVA tasakot csalit, hamar ránk sötétedett, majd nem sokkal később megjelentek a szúnyogok. Nem elég, hogy nem volt kapás, ami miatt unatkoztam, de állandóan csípkelődtek, szívták a véremet és nem is hagytak békén addig, még be nem fújtam magam szúnyogriasztóval. A szúnyog problémám innentől megoldódott, de ettől csak még jobban unatkoztam, mivel bátyám a házban húzta a lóbőrt. Így hát bekapcsoltam az új fejlámpámat, és tesztelgettem, milyen jól világít. Majd én is lepihentem. Hajnalban mennydörgés ébresztett, ami csodaszép égi tűzi játékkal kápráztatott el, meg annyi festői szépségű villámlással. Szerencsére a vihar elkerült minket, s reggelre végre megérkezett az első kapás. Na, reggel van, nem is tudom, fél öt, és ez az első kapás. Majd piszkálgatja óvatosan. Húzd majd a neki, léci, fogja-e szép tokot? Gyerünk, húzod a gyerünk, gyi. Bátyámat megüti a guta. Valami rajta van. Hát ez csak valami kis halacska lesz. A feszült várakozás sajnos nem tokhalt eredményezett, hanem egy nagyon szép kárászt. Na, régen fogtam már ilyen szép kárászt. Ott van egy a 70 dekás. A méretes kárász után volt még egy mozdítás bátyám botján, majd több kapás nem jelentkezett. A reggel lassan beköszöntött, és óriás tokhalnak nem volt se híre, se hamba,
egyszerűen nem akartak horogra jönni. Mikor a reggel már a delén járt, végre bátyám is fölébredt. Kialudtad magad az a tyóka? Nagyjából ki. Végignyomtad az egész estét. Hogy tudsz ennyit aludni? Hát miért nem volt kapás, miért ne aludhattam? Hát jó, de hát horgászatna azért, nem lehet mindig aludni. Mert te is aludtál egy kicsit, nem? Ja, persze, most reggel lefeküdtem egy másfél órát, mert már leragadt a szemem. Hát. Mi van, láttam új horgászládád van. Ja, észrevetted? Hát kaptam egyet a zsándékba. Na és akkor visszaadod az enyémet? Vissza? Miért az neked kellett volna? Hát milyen semmi baja nem volt. Hát én ezt kidobtam. Hát ne, ez egy öreg, régi izé volt. Kölcsön ki ezt valamit, aztán nem hozod vissza? Hát de évek óta nálam van, az már az enyém. De csak kölcsön. Hát te is így szoktad csinálni. Nem úgy van. Dehogy nem. Mit? Én soha nem csinálok ne, ilyet. Nem mondd már. Hát azért, mert elviszel, hát most elvittél tőlem egy rottpadot, akkor a tied lesz, vagy mi? Hát az már az enyém. Miért nem már a tied? Mindegy. A szék is a tied, azt is tőlem hoztad. Hát nem baj, de én mondtam, hogy ilyet vegyél. Na. Tényleg, mi van a dobozomban? Megvan, nem dobtam. Gondoltam. Hát odaadom neked, valamire persze, jó lesz. Kölcsön lehet kéni, csak hozzá. Amúgy érdekes ez a kis horgászláda, mert ez kisebb, mint a tied, így ránézésre, viszont több mindenféle benne. Tessék, ez nem olyan, mint a tied felrántod, a tiedet ilyenkor a múltkös hányszor kiborított, ez semmit nem csinál. De az enyém, amikor felrántod, már úgy ki is emeli. És lehet benne állítani a dolgokat is, itt lehet itt szépen, van hozzá műanyag. Hát üres, nincs hát, mert nem raktam bele sok minden, de hát az aljában itt is van egy csomó hely, baromi széles is, így is, úgyhogy tök jó. Több minden elfér benne, meg hosszabban. Hallod, az ólót a tiédbe nem tudtam belerakni, így. Bécs. Ezt meg így belerakom, tessék. Jó de... van, már ne fikázd az enyémet, eddig érdekes, jó volt 5-6 évig. Igen, ezerszer kiborítottam. Uh-huh. Aha. Úgyhogy, na mindegy, de ez jó. Kicsike, de mégis nagy. Úgyhogy jó. Örülök neki, hogy végre lecserélted. Nagyon örülök neki, hogy végre lecserélted, és visszahozod az enyémet. Néhány perccel később csónak segítségével beszórtam egy kevés alapozó etetést, reménykedve abban, hogy sikerül felkeltenem a tokok kapó kedvét. Miközben bátyám úgy döntött, hogy lecseréli a helyi csaliát az enyémre, és kipróbálja a PVA-tasakos megoldást. Ami okozott neki némi problémát. Magyarázd el, hogy mit, hogy kell azt a műanyag vackot belerakni? Ezt mit csinálják fel? Hogy mit csinálják? Hogy kell beleakasztani? Hát nyomd át ott az aluk. De vedd, nem úgy! De mit csinálsz? Hát most mondtad, hogy nyomja meg. De vedd, törd le róla először azt a pici darabot, nem azt a nagy darabot kell áthúzni rajta, te. Ezt a kicsit? Igen. Törd le. Miért nem mondtad az előbb? Hát gondoltam, ez logikus. Kell. Hogy lenne, hát életemben nem raktam még. Ó, Isten. Na most azt a picit meg ott fűzd át benne. Hát, próbáld meg is. Bele fogja, ez nem esik. Bele és húz bele. Pévját a sokos módszert. Nem abból kell belerakni, Zoltán. Mi? Mert az horog pellet. Ugyanaz. Ugyanaz, csak nincs kifúrva. Annyi a különbség közte. Többet hozzám, az kevés lesz. Jó, van az. Nem. Elég lesz. Egyel már nem kell annyit bele. Jó. Először a súlyt rak be. Először a súlyt rak. Így már nem jó. Mert így ki fogod rántani, először le kellett rakni az aljára a súlyt, arra rárakni a pelleteket, mert az tart ellen. Jó lesz. Jó. Beleránsz. Oké. Okay. Úristen, Zoltán. Tehetek, hogy a mocog is elszakad? Hát mert lecsúszott a lábad, Zoltán. És akkor még el kell szakadni? Nem, szerinted milyen erős legyen? Egy vontató kötő? Jó, azt meg kívül rakasz bele egy kicsit valahova a izébe. Jó van az, semmi baj van. Jó, na azt csinálsz, apa. Ezt sok ide dobtad elénk. És akkor mi van? Elég nagy a víz. Mi persze, akkor... nem. Fogsz a messzebbre dobni? Így van. Ezt állítólag, ez így van. Miután bedobott, a másik botját is kivette, amiről kiderült, hogy nincs rajta semmi. Mondtad, hogy hagyjam nyugodtan. Ez így nem lett volna semmi eset. Pótolva a hiányt, ismét a helyi kedvelt bolyival csaliszta fel a horgot. Ezúttal már rutinosan, majd úgy döntött, hogy... Most mit csinálsz? Nem raksz rá a PVA-tasakot? Nem rakok rá. Mert? Mert nem. És akkor mit csinálsz? Bedobom. Így simá. Miért ne dobhatnám? Hát mert így lehet össze fog gabajodni. Még gabajodni? Jó, hát dobd be. Igen, se gabajodott össze. Én csupán jót akartam, de ő nem kért a segítségemből. Rövid várakozás után végre horogra akadt az első tok. De pár másodperc után sajnos leakadt. Miközben még a mikrofon sem volt bekapcsolva, ami nem is baj, mert úgyis az alábbi szavak hagyták el a számot. Mint kiderült, kihajlott a horgom, mert az túl kicsi volt.
sikerült alábecsülnöm az óriástok halak erejét. Persze bátyám szerint csak egy óriás keszeg volt. Na persze. Néhány pillanattal később megnéztük a szomszéd horgászt, akinek sikerült kifognia élete első kapitális méretű halát, egy 17 kg-os tükörpontyot. A mérlegelés után bátyám segített partra vinni a halat, ahol a visszaengedésről még készült néhány fénykép, majd miután elbúcsúztunk a kapitális méretű ponttól, hamarosan bátyámnak is kapása lett, és megakasztott egy halat. Nekem is fogott valamit. Mit fogtál valamit? Honnan tudom? Hát ebben van a víz. Egy kicsi? Nagy? Óriás? Nem tudom. Hát mit nem tudod? Hát érzed, van súlya, nincs itt. Nem tudom emelni. Hát nem. Valószínűleg nem tok lesz, mert túl gyorsan jött. Hát mi az? Egy kis harcsa. Bátyámnak sikerült fognia egy pinduri harcsát, Borsmáj Boily Wafterszel, aminek fényképezésénél némi hibát ejtett. Na mutasd meg, mosogjál vele. De nem állva, Zoltán, guggoljál le, nem fogunk állva sose halat. Miért? Azért, mert ha kiúg, nem érdekel, akkor se lehet. Na tanítsák, arany szabály. Na jó. Visszaengedhetem így kézzel, vagy vigyem ki hálózat? Visszaengedhet, megengedem csak. Meg. Na, jó van az. Mindjárt jönnek a tokok is. Nagyon ügyes voltál. Köszönöm. Ha már az én tokom elment. Jaj, nem biztos, hogy tok De tok volt, volt mert 1000 km per fényóra sebességgel ment, és nagyon nehéz volt, Zoltán. Hát csak mondom, szerinted majd szétvetett a düh. De itt voltál, láttad csak éppen, a mikrofon nem volt bekapcsolva. Ezt így jól van, visszadobhatom? Mit? Persze. Mivel a csali illata még mindig erős volt, így nem cserélte le azt. Majd a temérdek sok figyelmeztetésemre megpróbálta elkerülni az akadályokat, nehogy dobásnál beleakadjon valamibe. Miután sikeresen bevetette szerelékét, bottörés nélkül, és a kapásjelzővel bíbelődött, egyszer csak... De mellé raknád, akkor nem zümmögne. Kapás Zoltán, jobban ráncs be neki, tekerjed! De nem kell ekkorát rántani be neki. Normálisan, hát ez az izé van, ólom. Nagy, és kit szétcseszed. Mit? Istenem, Zoltán. Úgy rántasz be neki, mint valami, nem is tudom, őrült. Van rajta hal? Valami van az. Van súlya? Hogy beakadt. Nem, akkor van rajta, lehet tok. Megy valamelyik irányba, nézzem. Nem látom. Nem kell erőltetni, csak szépen. Ha megy valahol. Ez már lehet nagyobb. Hát lehet tok van rajta, Zoltán. Megfogod az első tokot, ne idegesítsél. Na nem, Zoltán, te nem érzi a súlyt, ez is egy kis pont. Úristen, hát te nem... Azt hittem valami nagy hal van rajta. Ez is egy kis harcsa. Hát beszarok rajta, Zoltán, te most az összes kis harcsát kifogod? Mondom, hogy nem harcsázunk. Ez már ráment az, amit most visszaengedtél, vagy mi van? Ez ugyanúgy néz ki. Szerintem ezt kifogtad még egyszer, úgyhogy most dobtad be. Sikerült fognia még egy tündéri harcsát a borsmáj ízesítésű Wafterszel. A fénykép készítés és a visszaengedés után visszadobott. Jó, dob vissza ugyanoda. A vízbe, Zoltán. Majd úgy döntött, hogy a másik botján lecseréli a csalit. Most mit csinálsz, Zotyókám? Teszek rá ebből a helyéből, és bedobom ide közelre a pont. Ja, most visszatérsz rá? Hát megpróbálom, hát. Te azt mondták, hogy ebből. Hát ezt teszik. Igen. Csak nem dobom messzire, hogy ne kelljen bevinni, hanem kézzel megszórom. Hát ott megtanulok mindent. Ja, Zoltán, te a végén még profi horgász leszel. Megmutatod, figyelj. Amúgy is van hozzá érzék. Így van, hát neked mihez ne lenne? Mi? Hát két halat fogtam 2 perc alatt, hagyjam. Igen. És majdnem ugyanaz volt. Az a nem piskolt. Elérkezett az este 7 óra, ami a verseny végét jelentette. De mivel nem fogtunk még óriástok halat, ezért úgy döntöttünk, hogy a versenyt kitoljuk reggelig. Te most mit csinálsz? Hát a bedobó készséget bemelegítem. Hát de van csúzli is, ha csúzlival is lőhet. Ó, van ez, hát régen sem kézzel volt csúzli. Kézzel akarod bedobni oda? Hát, ti hordtok mindig annyi vackot magatokkal. Hát jó, akkor van. Nézzük, oda találsz. Hát, kicsit beljebb kell, de... Pont a határokat csúrolod. Na, ez pont oda ment. Igen, akkor jó, ha úgy érzed, hajrá.
Zoltán. Ez pont, láttad, még bele a tócsába, ugyan. Ja, nagyon profi vagy. Meglepő módon bátyám tényleg ügyesen dobált. Persze azért nem akartam túl dicsérni, nehogy a végén a fejébe szálljon a dicsőség. A kart nem kímélő dobások után én is gyorsan beeveztem. Megnéztem a szereléken lévő csalit, majd miután mindent megfelelőnek találtam, szórtam be mellé egy kevés alapozó etetést, majd kieveztem. Lassan ránk esteledett, de óriás tokhalaknak nyomuk sem volt. Helyette ismét vihar közeledett, ami ezúttal nem került el minket. Reggel már csak a hátra maradt tócsák és horgász felszereléseken lévő vízcseppek emlékeztettek az esti viharra, mikor is én frissen és üdén kikecmeregtem a partra, hogy felfrissítsem a csalimat. Ezúttal vegyesen raktam fel a bojlikat, mikor hirtelen... A kapás bátyám botjára jött, akinek nehezére esett felkelnie. Zoltán, kiveszed a halatot? Hát én sem tudtam, hogy kapásod lesz, Zolt. Sárga. Sárga? Már hogy már megint harcsát fogjam, hogy beszorok neked. Erről te. Ez szerintem amúl lesz. Az ilyen harcias. A megérzésem nem csalt. Valóban egy amúr akadt a horgára. Mivel szép példány volt, és nem akartam, hogy a rutintalansága miatt elveszítsük, inkább segítettem kimeríteni, hogy utána gyönyörködhessünk benne, miközben muszáj volt adnom néhány instrukciót. Hát én nem látszik be sem az oldala látszódjon. Jó, csak nem akarok kiúrni. Nem kell, nem is kell, csak... Na így. Aha, jó. Akkor majd mozgatni kell előre, hátra, hogyha nem akar úszni. Előre, hátra, egy kicsit mozgassad, így a farkánál fogva. Fog meg és toszogassad úgy előre, hátra, hogy kicsit támadjon fel. Majd ő jelezni fog, jó. Ennyi. És már jelezte is, hogy jó van. Végre elérkezett az idő, hogy bedobjam a csalimat, amihez a csalogató hatás növeléséhez PVA tasakba rakott bojlikat használtam. De mielőtt bevethettem volna... Isten, Zoltán. Most mi van? Elfejtettem. És akkor mi történt? Úristen. Hát annyi történt. Eltört valami? Hát annyi eltörtett. De nem tört el. Na jó, de... Te állandóan van valami baj. Nem is hát, tudom. Miért nem tudsz róla esetem? Ne így csináld, ne így fog meg. Hát kell megengedni. Elfordul. Lehet, hogy néha kicsit túlagódom a dolgokat, de mit tegyek, ha egyszer ilyen vagyok? Egy ideig még várakoztunk az óriás tokhalakra, majd úgy döntöttünk, befejezzük a horgászatot, és visszatérünk néhány nap múlva. Két héttel később. Tamás, az meg mi? Dőlő bója. Az meg mit tud? Dőlni, Zoltán. Jó, de most komolyan, mit tud? Hát tudod, régebben, amikor fiatalok voltunk, mindig beúsztunk a tóba, raktunk be ilyen palackot, ilyen PET palackot, leszúrtuk, hogy tudjuk, hogy hova kell dobni, és oda etettünk meg. Na, hát most ez a modernebbik változata, hogy ezt is igazából berakod egy helyre, és akkor ott tudod fókuszáltan meg etetni a halakat. Ezt ide bele kell így tekerni, ez hossza, van itt több fajta cső, ezt meg lehet állítani, nem tudom, 5 méterig, jó, azt így beletekered, és akkor igazából ő így megáll. Csak hogyha átúszik rajta a hal, a zsinóra, akkor igazából így el tud dőlni, és nem akad meg benne. Látod, eddig el tud dőlni, és simán át, mert utána meg automatikusan vissza fog állni, mert a víznek a nyomáshoz visszaállítja. Jó, de sötétbe? Hát sötétbe meg ez, amit most láttál igazából, hogy beletekertem. Mi az a fehér? Ez a fehér, igen. Ez nem fog sötétbe látszódni. De, mert alkonykapcsolós. Most raktam bele kettő elemet. Amint ő sötét lesz, egyből bekapcsol. De idő, ezt megmutatom neked, nézd meg. Figyelj, be fog kapcsolni. Kéken. Látszódik így? Aha, tényleg látszódik, hogy kék. Úgyhogy ennek ez a jelentősége. És még bemegyünk és keresünk helyet, ahol ezt lerakjuk. És ennyi. Jó. Gyorsan kerestünk két homokos fenékaljat, ahová leraktuk a dőlőbójákat, majd megszórtuk alapozó etetéssel, hogy oda csaljuk a halakat. Tomi, adjál már nekem egy-két bojlit.
bojlit, aminek az neked? Hát mert most nem tudtam szerezni a helyi bojlit. Ha, nem tudtál szerezni helyi nem, bojlit? Nem, nincs itt a srác. Na hát. Meg amúgy csekem állandóan leázik. Igen? Igen, én meg nem fogok 20 percenként bedobálni. Hát azért többet bírt az, mint 20 perc, de akkor most mit szeretnél ilyen bojlit? Hát akkor ne ilyet adjál más, miért nekem teljesen mindegy, én nem hoztam magam ma. Két fajta van, ez meg van ez a... Mi? Várj, a halibut az gyorsan lejön róla. Van egy ilyen, más ez ilyen vérmáj. Ja, abban horgáztam múltkor egy ilyen. Igen, ez ne, pont igen, jó lesz nekem. Te horgász, szóval én nevel, azt megnézzük, melyiknek lesz szerencséje. Oké, jó, horgász. Köszönöm. Miután bátyám elkunyerálta a bojlimat, felcsalisztam a horgomat a kolbásztintahal Robin Red bojli wafterszel. Majd pévjátasokat vettem elő, amiben előbb az olmot, majd halibut pelletet és magnetisz bojlit raktam. Majd bedobtam az első botommal, amiután bátyámnak meggyűlt a baja a horgászattal. Hát most már legalább nem a horogra akarod ráhúzni. Jó van már. Nézd már oda. Hát ez ügyes új kell. Ilyen kis vackokkal. Ez valami női műkörön kéne. De nem is találom meg. Remélem, hogy sose fog leállni. Nézd már, nem átfordult. Meg vagyok. Nagyon profi vagy. Ilyen PVA-t, akkor te nem kész? Nem kell, jó van, ez így bedobom így. Én oda, fogok egy halat. Ennyi, mehetünk haza. Jó, ha úgy legyen, Zoltán. Zoltán, vigy... Mi van? Sem majdnem belakadtál a rottpadba, hát figyelj oda. Hagyjál már, hogy figyelnék oda, hát? Istenem. Baromira nem oda dobtál. Azt hittem jobban elviszi azt jel. Hogy kezdem beállítani a féket? Az olyan kemény, nem törik szét. Micsoda? Mit akarsz széttörni? Ezt. Minek? Hát tenni másikat. Hát Zoltán, húzd ki belőle a izét, azt a ütközőt nem hátul, és akkor le tudod szedni. Nem bírtam olyan hosszúat. Inkább széttöröd. Szét. Bátyám megpróbáltatása után végre felcsalisztam a másik botomat. Két bojli wafterszel, megtöltött PVA-tasakkal, majd mikor bedobásra került a sor. Mi bakadt meg? Ó, meg. Mi történt? Kertbe, múltkori klipszezés benne van. X-ezés volt? Klipszezés, amikor csináltuk a dolgokat francba. Ó, de messzire sikerült bedobni. Na most vajon ki a béna? Na, már múltkor ezzel mértem a távolságot. Lefejtettem kiszedni a klipszet. Most igen, meg kell magyarázni. Látod? Már le is pottyant róla. Na. Lehet most simán bedobom, azt nem rakok. Szerintem rá. Is. Dob be simán. Simán bedobom most azt. Simán dob be. Dob be simán. Dob be simán. Simán bedobom. Aha. Hát ha most 10 méternél messzebbre sikerült. Jó van, Zoltán. De legalább megetetted itt előttünk a halakat. Ja. Tök jó. Te Zotyukám, hogy mi lesz a horgászversenyünkkel? Milyen verseny? Hát amit a múltkor ugye elkezdtünk, mert most te ugyanazzal a izével pecázó, csalival. És akkor én. Mi van? Hát mert a múltkor a másikba volt megegyezve, úgyhogy te a helyit használod. Csak az hát... egy múltkori dolog volt, az egy múltkori verseny volt. Ja, végülis igazad van, azt már úgyis megnyertem, úgyhogy tök mindegy. Mi nyerted volna meg? Hát én fogtam három halat, meg nem fogtál semmit. Hát de tokhalra horgáztunk, Zoltán, nekem egy megakadt, csak annyi, hogy leakadt, mert kihajlott a horog. Tamás, kicsi volt a horog. Milyen tokhal? Hát honnan tudod, hogy tokhal volt? Te honnan tudom, hogy tokhal volt, Zoltán, majd elindult ezerre. Honnan? Hát ott lehetett harcsa, meg egy úszó féltégla is. Persze, úszó féltégla szerinted. Mi azért meg kihajlott egy horog, attól miért lenne tokhal? Igen, úszó féltégla azt csinált egy kapást, és elkezdett így menni. Akkor mondom, hogy lehetett harcsa, hogy én fogtam avval a harcsát, ugyanúgy foghattál te is. Igen. Csak jó. Gyengén akadt, meg is kihajlott a horog. Úgyhogy nem fogtál te semmit. Jó, akkor majd most maradjunk annyiba, aki ma fog, az győz, azt ennyi. Szóval a másik három halam megint nem számít. Hát az nem számít, Zolt, hát okhalra horgászunk. Jó, majd megint fogok hármat, meg nem fog semmit, majd meglátjuk, mi lesz. Jó, hát jó, minden, hát fogunk valamit, nem sok esély van rá, mert amúgy milyen hallottam, nem sok hogy... esély van rá? Hát mert azt mondták, hogy itt már három hete nem fogod senkit okot, úgyhogy már... Akkor megint mit keresünk itt? Miért nem akkor jövünk, amikor járatok? Hát Zoltán, most volt rá időnk, hogy horgált, esélyed eddig rá. Jó, de mehetünk volna vadászni is, ahelyett, hogy itt horgászunk. Hát lehűlt az idő. De éppen azért, mert eddig meleg volt, és szerintem pont azért nem jöttek úgy a tokok. Mm. Nagyon jó, megint. Majd veled nagyon jó eljönni horgászni. Mindent. Ugye milyen jó? Nagyon. Én bízom benne Zoltán, hogy meglátod, hogy fogtok. Persze, majd meglátom. Tök jó lesz. Nagyon. Valóban kis esély volt arra, hogy óriás tokot fogjunk, de még nem adhattuk fel, muszáj volt kitartanunk. Hogy növeljem az esélyem, felfrissítettem az egyik szerelékemet, majd miután behelyeztem, megszórtam egy kevés bojlival. A csali frissítés után
csodaszép naplementében gyönyörködhettünk, ami után gyorsan ránk esteledett. Csöndben és nyugalomban telt el az este. Hajnalban új reménytől vezérelve ismét megpróbáltam frissíteni a csalikat, de óriás tokhal nem akarta horogra jönni. Na jó reggelt, zatyókám. Mi van, fölkelti? Már 8 óra van, te hogy tudsz ennyit aludni? Hogy csinálnék? Miután bátyám frissen és üdén fölkelt, támadt egy számára kevésbé remek ötletem. Mi maradnak már? Hát ha jön, hát most... Te egy napot adjuk már még neki egy izé. Adtuk egy napot, megegyeztük, azt tudtad, van egy nap, az kibírni. Jó, hát de... Megyünk haza. De hát attól még hát, hogyha össze. Még úgyis itt vagyunk, hogy 2 óra rossz, de ha nem jön, akkor még egy estét adjunk már neki. Utána meg még egy reggel. Nem, mert nem érek rá utána, ennyi. Ennyi, utána nem érek rá. Haj, Tamás. Na. Nem nagyon van ehhez nekem kedve. Mindjárt gondolt. Nagy nehezen sikerült rávennem, hogy maradjunk még egy napot, ami után felvette a szokásos horgász pozícióját. Én minden eddiginél feszültebben várakoztam, mert nagyon szerettem volna, ha végre fogunk egy óriás tokhalat a film kedvéért. Bátyámnak sikerült megakasztani egy kapitális méretű halat, s mivel szerettem volna a hangot jó minőségben rögzíteni, ezért gyorsan ráraktam a mikroportot, miközben ő izgatottan fárasztott. Minden jel arra mutatott, hogy végre sikerrel járunk, és megfogjuk az első, óriás tokhalunkat. De mire minden összeállt... Na, milyen Zoltánkám? Leakadt. Igen, szép volt? Hát biztos meg se bírtam mozdítani. Na, hogy leakadt le? Nem tudom, hát honnan tudja. Na mi? Te tehát, azon hogy... mit traktál arra? Hát, mert saját bojli. Te! Hát hallod, te csalsz! Miért csalnék? Miért traktál rá? Hát, amit én gondoltam. Hát, mi a bánatom? Na mi az? Hát nézzé, tigris magyaró van rajta, jó nagy kukorica. Ez egy sima kukorica. Hát olyan nagy a traktál rá. Hát miért nagy halat akarok fogni? Na hát akkor nem is izében tok, lehet valami nagy ponty. Szerintem tok volt, biztos tok volt. Olyan tok volt, mint neked volt tegnap előtt, biztos, vagy a múlt héten a tok. Na öcsém, csalsz már itt izé, mi? Unod már izé tokhorgászatot? Hogy akarsz itt tokot fogni? Na kukoricával akarok tokot. Miért nem lehet kukoricával tokot fogni? Mindennel lehet fogni. Hát akkor meg próbáljuk ki, hogy én tudok-e fogni, vagy nem. Csak. Ó, a fene egye meg. Kapásodban. Na már Zoltán, mehetsz, evesszedsz vissza most már, ha már ilyen kapásod. Nem tudom, hogy megakadt volna ott valami partban, mert nagyon közel volt a parthoz. Nem hiszem. Hát de vitte rántott, húzott? Nem bírtam húzni, megállt, úgy megfeszült. Ja, egyszerűen hát nem bírtam, és vitte a féket. Hát a akkor féket. Volt rajta egy szép ha, ennyi. Vissza kell oda vinni a zöbölbe. Hát Zoltánkám, hajrá! Ó, várjál. Bátyám most megpróbál bemenni egyedül. Aha, te nem akarsz nekem segíteni ennyi. De segíteni, csak nem akarom, hogy pont akkor jönnek rá a halad. Hagyjad már a dumádat. Nem baj, én se fogok neked segíteni, ne félj. Nagyon profi vagy. Hajrá, Zoltán. Mindjárt ott vagy. Hát biztos nem fogok most neki segíteni bemenni oda a Kukutyin falvára, miközben be van dobva 3 bot, mert a végén pont akkor fog jönni majd a szétok, és azért fogjuk elcseszni, úgyhogy nem. Meg azért sem, mert elkezdett kukoricával horgászni kapitális méretű pontra, holott óriástok horgászni jöttünk. Erről kéne szólnia a filmnek. Ha, mindegy. Csak abban tudtam bízni, hogy a kagyló méretű kukoricájára véletlenül rámegy egy tokha. Hogy jókám, megakadt? Hát úgy néz ki. Valami nagyon mozdult. Megint egy kukorica? Csalós kukorica? Milyen csalós kukorica? Aha. Tokra kéne az atyókám horgászni. Honnan tudod, hogy mit fogtam? Hát a tok az már megmozdult volna szerintem. Kiugrott volna a vízbe. Ki tudja, mit fogtam? Lehet egy nagy dévérkeszeg. Nagy dévérkeszeg lesz, ja. Igen? Fogalmunk sem volt arról, hogy mi akadt horogra. Így a minket meglátogató Barnival csak reméltük, hogy tok hal. Amiért rám idővel egyre nagyobb izgalom tört. Most hol vagy amúgy zsinóromat? Nem tudom, nem látom a zsinót. Az enyém nem ződ, mint a tied. Fölötte vagy, át, mind a kettőn túl vagy, úgyhogy menj át a másik üzére. De visszajött most már vissza. Nem jött még rajta, mind a kettőn túl van Zoltán, innen látom. Csak húz kijebb, hogy át tudjon menni a zsinóra. Én húzom, de nem jön Tomikán. Megállt? Nyugalom. Most gyűjtött el a bóját. Elhúztad a bóját. Látod, milyen jó a dőlő bója? Látod, most el tudod dőlni, amúgy meg ráakadtál volna. Na, csak már itt van a port, na átmentem ide van. Igen?
Ne erőltesd. Nem, nyugalomtól. Nem kell erőltesd. De te mindig izgulsz. Ne izguljál már. Hát én nem, én fogtam, én nem izgulok. Tudom. Te se izguljál. De ne ráncigáld már szegényt. Hát legalább... Semmit nem, csak tartok. Te ráncigálom a botot? Nem. De az de előbb így izomba húztad, láttam. Ő húzza, semmit nem csinálok. Most tudom, hogy ő húzza. Akkor mit izgulsz? Én nem izgulok. Jobban izgulsz, mint én. Lehet, hogy túl izgultam a dolgot, de egyszer annyira akartam óriás tokhalat fogni. Miközben Barni tovább szurkolt nekünk, bátyám ügyesen hárította el az újabbnál újabb akadályokat. Még nem végül, a hal megmutatta magát. Ami sajnos egy ponty volt. Szép nagy. Nem sikerül kiakasztani? De kiakasztom szépen. Ja. Nézzük. 13,76, az akkor csak 12 kilós lenne. Pedig hatalmasnak tűnik. Miután megörökítettük a pontyot, bátyám visszaengedte, ami a kamera számára nem sikerült valami jól. Az a lehető legszarabb helyen engedted vissza. Elúszott. Semmit nem láttam belőle. De elúszott szépen. Jó, de hát azért igyekezhetné, úgyhogy... Nem tudtam, hogy mit tudsz felvenni. Hát, hogy szép halat se tudunk megörökíteni, hogy visszaengedt szép. De mind. Szépen visszaengedtem. Jó, van, nagyon szép volt. Ügyes vagy, gratulok, Zoltán, de most már tokot fogjál, nekem ne pontyot. Miért? Nekem ez élvezetes. Jó, van, szuper. Akkor mehetsz, élvezzed azt, hogy visszaelvezel a másik oldalt. Hogy ezt egyébként én akasztottam meg ezt a halat, mert bátyám természetesen bent hűsölt a klímatizált házikóba, miközben nem tudom, mit csinált ott, nyomkodta az internetet, úgyhogy nekem kellett beráncsak, úgyhogy ennyit erről, hogy bátyám mennyire aktív horgászikként. Mivel bátyám továbbra sem akart lemondani a ponyfogás élményéről, így ismét bevezett, ami ezúttal sem volt akadálymentes a számára. Bátyám rámegy a másik zsinórjára, mert oda fújja a szél, ha nem egyszerű ilyen szélbe helytállni. Próbálkozik onnan kiszabadulni, a szél ráfúj a másik zsinort. Most húzza már mindegyik botot. Hát ilyen az a szél. Jó, egy jó motorcsónak ilyenkor nagy elő lenne, azt most mindegyik pecát csinál az összesre kapást. A szél az nagy úr. Hosszas küzdelem után sikerült behúznia a szerelékét, ami után ismét megakadt neki. Egy méretes hal. Na, zatyókám, mi történt? Hát, megint. Ha jött megint valami a sárga bojlira. Jó ez a sárga bojli. Vége? Aha. Sárga bojlizó? Igen. Hát de hogy fogsz így majd tokod, zatyókám? Sehogy? Honnan tudod, hogy nem fogok? Hát nem úgy néz ki. Szerintem annyit fogok, mint te. Hát, komolyan mondom, kijövünk tokhorgászni, te meg így fogod a pontyot. Hát nem tudod, hogy ponty. Mindig ponynak indulsz. Hát mert biztos, ha mi más lenne. Kb. 99,99 ezer millió csillió százalék. És valakit nagyon közét így az arcodról lássák, milyen gyönyörű szép fejed van, Zoltán. Tök, én legalább hát horgászok. Hát mert kalap nélkül nem sűrűn látják a fejedet, nem. Most meg kell mutatni, hogy azért... De én legalább horgászok. Van arcod is, ja. Kalap nélkül is. Ah, faszom. Kész, megint csinált bátyám nekem kapást. A megérzésem nem csalt. Ezúttal ismét egy szép ponty akadt a horgára. Ki akaszt? De én szedjem ki neked? Hát ha már ott vagy. Ez hát engem csap össze, mi? Ami kicsivel több mint 10 kilót nyomott, és amit ezúttal sem tudott úgy visszaengedni, hogy az a kamerába jól látszódjon. Nem így szoktuk csinálni. Nem? Nem látszó, hogy semmi, Zoltán, megint. Nem látszódik, de elment. Istenem, Zoltán. Nem de... tudsz elengedni egy halat? Nem szoktam. Zoltán, én mindig megeszem. Neked vegyet, nevet. Ne, hagyd drag vissza, gyere elé. Benne van a hal. Igen. Megfogod ezt a két pálcát. Igen. Ezzel fordi, lenyomod a végét, és így kiengeded. Tényleg? És már ki is ment. És ennyire egyszerű. Én ehhez nem értek. Csak logika kell hozzá. Én fejbe szoktam csapni. Jó, Zoltán, ügyes vagy. Fejbe csapom is fogjál megeszem. Izéket, legalább valaki fog akkor halat, én akkor is a tokra megyek, és ennyi, mert ok, horgászunk, nem pedig. Én meg horgászni akarok, és horgászni jöttem. Nem fog nyugodtan. Itt ücsörögni megint hát, egy napot. Csak egyetlen egy örömöm lesz mindjárt, hogy mehet be bátyám megint odáig, eveszhet egyedül ebbe a jó nagy szélbe. Ez nekem nem annyira öröm. Lökjem akkor át, hogy félig bejussak, hogy ne kell nevezni. Na, pont megakadt ott egy vacakba. Na, gratulálok. Nem sikerült. Már megint nem jutok veled sehova.
Ne menj el balra, tudod, mert akkor rámész a másik. Próbálok, de azt előbb is elvitt a szél. Hogy elsodorjat. Hát de ha már épp kellett volna nyomni, most mit csinálsz? Jobbra menj. Nem bírok arra fordulni. Nézd meg, elfordítja ez a szar. Nem megint. Na, csinálja a kapást. Nem baj, Zottyó, majd egyszer sikerül, nézd lapáttal, próbálj átemelni a zsinort, hogy ne akadjon bele a csónakba. Na mindegy, órák és napok kérdés is összejön. Na, mindjárt beüt, bátyám. Már csak egy kilométert kerevezni ezt a szembeszéllel. Bátyám igazi őserő, de a széllel még ő is képtelen felvenni a harcot. Miután vértizzadva behelyezte a szereléket, segítettem megfeszíteni a zsinort, amiután gyorsan ránk esteledett. Az utolsó estének néztünk neki, és egyre reménytelenebbé vált a helyzet, hogy sikerül fognunk egy óriás tokhalat. A reggel igazi meglepetést tartogatott a számomra. Na, nem azért, mert egy gyönyörű húzós kapásra ébredtünk, a kukoricára, vagyis sárga bojlira, aminek eredménye ezúttal is egy kapitális pont lett, nem. Hanem mert bátyámnak sikerült végre normálisan visszaengedni egy halat. Nagyon profi voltál Zolta. Csak összehoztad. Csak sikerült. Megtanulom itt. A halfogás után gyönyörű szép pirkadat köszönt ránk. S mivel már csak pár óránk maradt, hogy fogjunk egy óriás tokhalat, ezért felfrissítettük a csalijainkat. Bátyám természetesen továbbra is a jól bevált, sárga bojlis csalival próbálkozott. Még én egy új csali próbáltam ki, borsmáj ízesítésben, amihez pévjátasakba csípős fűszeres fokhagymás bojlit raktam. A másik botomra pedig a régebben bevált halibut horog pelletet. Ahogy az idő telt, úgy fogyott az óriástok halfogás reménye. Még nem az utolsó pillanatban, végre megfeszült a botom. Na mi van, Tobikán, megfogtad a tokot? Aha, lópikulát. De csak beakadtam. Nem akartam beszakítani a zsinort, ezért beveztem csónakkal, hogy kiszabadítsam a végszerelékemet, és megnézzem, mibe akadtam bele. Zsinórba. Ha, beszarok. A zsinór segítségével kivontattam magam a szemközti parthoz, ami oda volt kötözve egy korhat fához. Miután sikerült letépnem a kötést, végre kiszedhettem a közel 60 méteres zsinort szerelékestül a tóból, ami ki tudja mennyi horgásznak okozott volna még kellemetlenséget. Hát azt hiszem elérkezett az idézatjókám, most már 10 óra van, úgyhogy lassan elkezdhetünk pakolászni. Mint láttátok, nem jött össze ez a tokhorgászat. Igazából jöhetnék még vissza máskor is, de úgy döntöttünk, hogy nem fogunk visszajönni, mert szeretnék azt megmutatni, hogy ami a valóság igazából mind a horgászatnál, mint a vadászatnál, és hogy nem mindig jár sikerrel az ember. Szóval az nem úgy, hogy kijössz és elhatározod, hogy most fogsz ezt meg azt, vagy lősz ezt meg azt, hanem kimész is, így van. És nem mindig jön össze. És ilyenkor nem kell elkeseredni, nem kell kudarcként megélni. Az élet az ilyen, majd máskor próbálkozunk ennyi. Ez most így sikerült. Én meg amúgy sem éreztem el rosszul. Ja, hát te fogtál, mert csaltál megint. Nem csaltál. De csaltál, úgyhogy. Meg amit igazából még nem szabad elfelejteni, ugye, hogy ez leginkább egy ilyen nagyhalas, pontyozós víz. Mint láttátok, bátyám egyetlen egy bottal elkezdett kukoricával horgászni, és hát elég jól lehetett fogni azért pontyot. Most mi lett volna, hogyha mind a négy elkezdtünk volna pontyozni, biztos vagyok benne, hogy elég szép eredményt tudtunk volna összehozni. Úgyhogy azért nyilván tokot itt nem olyan könnyű fogni, mert abból azért nincs valami sok. De hát ez így alakult most. Viszont, na, mi legyen akkor a izével, a vízi bombázással, a versenye azóta? Hát, igazságosak vagyunk, akkor nem nyert senki. Hát, ha nem nyert senki, akkor ezt tudjátok, mit jelent? Semmit. Mindjárt megmutatom.
sárkám, mi van, valami rajtad van, nincs akkor. Tiszta piros lett. Ja, olyan erősen dobtál, te, á, te csak meg kellett valahogy játsza, nem ilyen direkt izomból. Milyen? Nem is dobtam izomból, hát de erősen csak dobtál. Ellöktem. Ah, persze, mint egy súlylököd, olimpián indultál, tudja, hogy ott lettél túl a dobogon. Közel voltunk, mondtunk, hogy álljuk 20 méterre, aha, így is majdnem kiszakadt a dobhártyám. Hát melyik behúztad a fejed, ahelyett, hogy bátran álltál. Aha, eltörted van az órom. Nem lenne nagyobb.